A napokban Hajdúszoboszlón is leesett az első hó, mely lassíthatja a forgalmat. A közlekedésben ez az időszak igényli a legtudatosabb felkészülést. A havazást sokan várták, persze elsősorban a gyerekek. A közlekedés résztvevői azonban már kevésbé. Az ilyen időjárás miatt gyakran kell számítani csúszós utakra, köd esetén beláthatatlan útszakaszokra. A leesett hó lassíthatja a forgalom áramlását, ezért a szakember figyelmeztet arra, hogy időben induljanak el, az esetleges késést ne az utakon próbálják behozni. Indulás előtt pedig mindenképpen ellenőrizzék a gépjárművet. A téli időjárás beköszöntével ellenőriznünk kell néhány dolgot az autónkon. A világító és jelző berendezések állapota nagyon fontos kampánysorozat volt, illetve van érvényben a látni és látszani elv folyamán. Nagyon fontos az, hogy megfelelően lássanak minket az úton, és mi is megfelelően lássunk az úton. Otthon elindulás előtt, tehát páramentesítsük az autónk ablakát, illetve jegesedéskor, illetve havazáskor takarítsuk le valamennyi szélvédőt, illetve valamennyi ablaküveget, hiszen nem elég a szélvédő letakarítása egy ablaktörlő beindításával, mert a látásunkat erősen korlátozza a havas szélvédő. Nagyon fontos néhány vezetéstechnikai dolog is, amit ilyen megváltozott útviszonyok között alkalmaznunk kell. Kerüljük a hirtelen kormány mozdulatokat, a hirtelen fékezést, a hirtelen gázadást, mert ezekben az esetekben a gépkocsi kerekei kipöröghetnek, kicsúszhatnak, és ha elveszti a jármű a tapadását, akkor onnantól kezdve ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy meg tudjuk fogni az autót, vissza tudjuk hozni az úttestre, vagy ne sodródjunk át a szembe lévő forgalmi sávba, ahol ugye szintén baleseti veszélyforrás lehetünk. Vannak olyan országok, ahol már kötelező a téligumi használata, Magyarországon nem. Az autósok többsége még mindig nincs tisztában azzal, hogy 7 Celsius fok alatt érdemes lecserélni a nyári gumit. Én minden gépkocsi vezetőnek ajánlom, javaslom a téligumi abroncsnak az alkalmazását, és nem most, hogy leesett a hó, hanem ezt már úgynevezett 7 Celsius fok alatt javasolják a szakemberek. Itt nem a levegő hőmérsékletének a 7 fokos hőmérsékletét kell érteni, hanem az aszfalt hőmérsékletét, hiszen a gumiabroncs az aszfalttal történő gördülési ellenállása során találkozik, és itt jön létre a tapadás. A téli gumik szerkezete összetétele teljesen más, mint a nyári gumiabroncsoké, lágyabb, ezáltal könnyebben is kopnak természetesen. Egy-egy ilyen téli gumiabroncsot összehasonlítva a nyári gumival a téli időszakban 50 km/h sebességnél méterek a különbségek a fék távolság, illetve a fékút között. 90 km/h haladás során ez több méter lehet, autópályán, autóúton, ahol 110-130 km megengedett sebesség, itt több 10 méter is lehet a különbség egy nyári gumiabroncsal való történő fékezés fékútja, illetve egy téli gumiabroncsal való fékezés fékútja között téli időjárási útviszonyok esetén. Az ünnepek közelettével a szokásosnál többen kelnek útra, ami nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel a közlekedőktől. Jelentős személy és gépjármű forgalommal elsősorban a fő közlekedési útvonalakon, autópályákon, autóutakon, valamint a különböző bevásárló és üzletközpontok, karácsonyi vásárok környékén kell számítani. A rendőrség felhívja a gyalogosok és a kerékpárosok figyelmét is, hogy az út a téli időszakban csúszósá válik, legyenek toleránsak egymással és közlekedjenek fokozott óvatossággal. A sarkalatos pontja a helyi közlekedésnek is a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedése. Jellemző baleseti forrás a gyalogosoknak az úttesten történő úgynevezett átkószálás, átszaladgálása a nem megfelelő helyen, tehát nem a kijelölt gyalogátkelő helyen. Volt ilyen balesetünk sajnos nekünk is, és azt tudom javasolni, hogy fokozottan tartsák be a gyalogosok ezeket a szabályokat a saját testépségük érdekében. Tehát a gyalogos átkelőhely az azért van, hogy ott közlekedjenek, ott keljenek át az úttesten, hiszen az autósok ott számolnak arra, hogy a gyalogosok felbukkanhatnak az úttesten. A kijelölt gyalog átkelőhelyen is úgy próbálják meg az átkelést végrehajtani, hogy számoljanak azzal, hogy a gépjárműveknek a fékútja, féktávolsága ezen időszakban a havas, nedves, csúszós útviszonyok miatt megnő. Tehát a gyalogátkelőn vagy átkelésnél is ne lépjünk közvetlenül az autó elé, mert sajnos ő már nem fog tudni megállni. Nagyon fontos a kerékpárosoknak a kivilágítása is, elől-hátul legyen megfelelő világító berendezés a kerékpáron, illetve ők maguk is viseljenek láthatósági mellényt. Nyilván a KRESZ-ben meghatározott feltételek mellett javasolt
mindenkor a korlátozott látási viszonyok beköszöntével, gondolok itt lakott területen belül elsősorban, egy láthatósági mellénynek a használata, ugyanis a kereszt ezt nem írja elő, de a baleset megelőzéséhez nagyban hozzájárulhat egy fény visszaverő mellénynek a viselése. Az időjárás még csak ízelítőt adott a télből. A meteorológusok a jövő hétre még zordabb időt jósolnak, mínusz 10 fokos hideggel és újabb havazással. Az őrnagy azt mondja, hogy hosszabb útra való indulás esetén mindenképpen készítsünk az autóba meleg takarót, teát, illetve plusz üzemanyagot, mert előfordulhat, hogy egy baleset, illetve a nem megfelelő útviszonyok miatt sokáig kell várakozni kint a hidegben.